Sziasztok! A csúszdisuli mai részében nem lesz szó másról, mint a 180 fokban tartott ágassal való lövésről. A hátam mögött láthattok ábrákat, amelyre külön-külön kitérek, de az előző részben már volt szó arról, hogy a selfie készítés hogyan segíthet abban, hogy megtaláld a megfelelő szélességű ágast, abban az esetben, hogyha gangsta fogásban tartod az ágasodat. Most nincs más dolgod, mint ugyanezt a húzás pontot megkeresni az arcodon, hogy mi az a húzás pont, amikor is a szemed vonalába valahol az arcod szélén keresel egy kényelmes pontot, nagy valószínűsége mindig, hogy ugyanoda tudjál húzni. Amikor ez megvan, nekem ez a homorú hüvelykujjamma a szem gödröm, illetve a fülem a hüvelykujjam bütykébe, a fülem érintése az a pont, amit nagy stabilitással, nagy valószínűséggel mindig ugyanoda húzok. Így ebben a pózban készítettem egy selfit magamról, úgyhogy egy adott vonalzó, az pedig az arcom mellett volt, akár vízszintes, akár függőleges pozícióban, mert itt is ugyanis meg kell mérni a pupillát és a golyó központja közti távolságot ahhoz, hogy megkapjad azt a szélességet, azt a villa fesztávot, illetve azt a pontot az ágason, amellyel egyenesen tudsz lőni. Adott esetben nálam ez 33-35 mm, nyilvánvalóan pontosan mérni nem lehet, szóval 35 mm környékén operálok, de pontosan azért, hogy kényelmesebb legyen számolni, a rajzokon csak 30 mm-t számoltam, vagyis 3 cm-t. Azért 3 cm-t, mert ezt felszorozva kettővel kapunk egy 6-os számot, és a 6-os szám az pedig egy relatív könnyű gyakorló célpont lehet, könnyen beszerezhető spinner lehet a 6 cm átmérői spinner, így nagyobb ütemben, gyorsabb lépésekben tudsz haladni a 180 fokban tartott ágassal való célzásnál. Természetesen a 180 fokban tartott ágassal való lövést tudod gyakorolni nagyon keskeny ágassal, ez 72 mm szélességű itt a kötöző felület fölött, 72. Ha csak egy csúzlid van, és az szélesebb, akkor tudod természetesen gyakorolni azzal, ő 90 mm széles, tudod gyakorolni természetesen csőgumival is, azért van rajta a csőgumi. Sima frameless is lehet gyakorolni ezt a fajta lövési módot, illetve frameless gyűrűvel is, amikor is a kis ujjadba beakasztva a gyűrűt, az ujjaiból formázol egy ágas, és ügyelni kell arra, hogy az ágasnak a teteje az lehetőleg 180 fokban legyen. Vagyis egy horizontális síkon helyezkedjen el a kettő gumi. Ami nagyon fontos, hogy vigyáznod kell arra, hogy az ágasok sarkai ne csavarodjanak jobb vagy bal irányba előre, illetve hátra, mert az oldal irányú mellélövést eredményezhet. Pontosan ezért jó az, hogyha egy tükör elé beállsz, szárazon gyakorolsz, mindenféle golyó nélkül, kihúzod adott húzáspontra, most a lencsébe célzok, és ezt a fajta mozgást próbálod elkerülni, illetve a tükörbe bele-bele pillantva ellenőrzöd azt, hogy az ágas az adott tengelyre teljesen merőlegesen álljon. Természetesen különböző ágasok vannak, így fennáll a veszélye annak, hogy az ágasoknak a váltogatásakor mellé-mellé fogsz lőni. A magasságot pedig úgy állítod be ennél a fajta lövésnél, abban az esetben, hogyha van egy ilyen keskeny ágasod, amikor is a sarkával tudsz célozni, akkor az ágasnak a külső széle mentén tudsz emelni, mint egy adott esetben, vagy például egy méldatos szálkereszte, ahol ugyanis vannak különböző viszonyítási pontok, mint a kötöző göbnek a sarka, a kötözés, maga a guminak a sarka, és ezt tudod emelni. Szóval 10 méter, 15 méter, 20 méter, 25 méter, és a többi, és a többi. De természetesen van olyan probléma is, amikor az ágasod szélesebb, és ezt nem tudod kivitelezni, akkor viszont nincs más dolgot hátra, mint meg kell tanulnod, ki kell tapasztalnod, hogy a húzáspontod süllyesztése milyen balisztikát eredményez, így milyen távolságra tudsz pontra lőni. De nézzük az ábrákat. Az első ábrán nem látok mást, mint egy általam rajzolt selfit,
ahol is a pupillám és a golyó központ a közti távolság be van rajzolva 3 cm-re, mint ahogy azt a videó elején említettem. Ezután nincs más dolgotok hátra, minden négyzetpapírra rátenni a zágasotokat, a felső ágakat ráfektetni az X-tengelyre, majd az Y-tengelynél megkeresni a zágasnak a közepét, a központi vonalát, és ettől számított 3 cm pedig leméritek, majd azt egy alkoholos filccel jelölitek az ágason. Itt játszik egy jelölés, pontosan ez az a távolság, ami nekem a 3,5 cm-t jelzi az ágasnak a központjától. Az egyszerűség kedvéért ide rajzoltam egy hosszított vonalon egy 4 cm-es spinnert, aminek a szúkara ugyancsak 2 cm, így adott a matek, hogy a 3 cm-t mellé fogom célozni a középpontjától, így 1 cm-re az ágasnak, így 1 cm-re a spinnernek a szélétől fogom helyezni a jelemet, azért, hogy a spinnernek a középpontját találjam el. Mint említettem, 6 cm az a spinner, amire élvezett gyakorolni, és kezdők is nagy valószínűséggel eltalálják. Pontosan ezért választottam ezt a 3 cm-es távolságot, hogy egyszerű legyen vele kísérletezni, gyakorlatozni. Adott egy 8 cm fesztávolságú ágasod, innen az 1 cm-t a sarkától bejelölve eléred azt, hogy a központi tengelyétől 3 cm-ed meglegyen, és pontosan ez a távolság adja meg neked azt a távolságot, ami 10 méteren, 20 méteren azt jelenti, hogy a 6 cm-es spinnernek a sarkára helyezve ezt a jeledet, a spinnernek a közepét fogod eltalálni. Abban az irányban, hogyha oldalirányú mellélövéseid vannak, nem jelent mást, mint hogy a bőrt rosszul tartod, csavarod, illetve a vállad vonala az előrébb esik, beesett vállal húzó, ami szintén csak nem jó, de erről majd a következő videóban lesz szó. 10 méterre a lőképed nyilván úgy fog kinézni, hogy a célpontod nagyobb, így egyszerűbb lesz célozni a spinnernek, vagy a 6 cm-es célpontodnak a sarkára, szélére, de 20 méteren fele akkorának fog látszódni ez a célpont, a 6 cm-es, itt már egy picit nehezebb ezt a jelet rátenni a célpontodnak a sarkára. Ami pedig a gyakorlás elejét jelenti, az pedig úgy néz ki, hogy 10 méteres távolságon természetesen szemmagasságba célszerű elhelyezni a célpontodat, így a talajra merőlegesen elhelyezett, illetve merőlegesen tartott ágassal, a szemed vonalába tartott vagy húzott bőre, ami golyóval van megtöltve, fogsz húzni, és egyenesen fogsz vele lőni. Nagyobb távolságra, hogyha ugyanígy szeretnéd célozni az ágasodnak a sarkával, akkor természetesen sűjjeszted a húzáspontodat, vagy mint a videó elején említettem, emeled az ágast, mert hogy a golyó balisztikája változik. Egyébként vannak olyan célzási módok is, amikor ezt a távolságot mindig adott távolságtól viszonyítva változtatod az ágasnak a sarkán, vagyis 10 méterre beljebb fogsz célozni az ágas sarkával, 15 méterre kicsit kijebb, 20 méterre még kijebb, pontosan azért, hogy egy derékszögű háromszöget alkos a célpont, a golyó és a pupillát között. Ez viszont túl komplikált kezdők számára. Pontosan azért én azt javaslom, hogy az adott sémákból elindulva próbálj meg gyakorolni, lehetőleg rövidebb távon. Mint ahogy én azt megmutatom nektek most, 5 méteres távolságon. Így néz ki egy gyakorló lőlap, amikor is a célpont közepétől
számított jobb vagy bal irányba be van rajzolva az említett 3,5 cm. És akkor így tudtok célozni, hogy a vonalra célozva a karikát kéne eltalálnotok. Remélem tetszett ez a kis videó. Ha igen, akkor iratkozz fel a csatornámra, hogy megtekinthesd és értesülj az elkövetkező tartalmakról. És a következő videóban pedig a helyes csúszditartás és a helytelen hibák, oldási hibák és a bőrcsavarási problémákról fogok egy kicsit beszélni. További szép napot nektek, sziasztok!